Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Ma július 20-a Illés névnapja van. 715 éve született Francesco Petrarca olasz költő, 264 éve pedig Martinovics Ignác ferences rendi szerzetes, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Felhívást tett közzé vállalkozók számára a Prosperitáti Alapítvány. Politikai trükknek titulálta Ramush Haradinaj lemondását mai sajtótájékoztatóján Alekszandr Vucic. Ezen a hétvégén is torlódás alakult ki a magyar-szerb határátkelő helyeken Magyarország kilépő oldalán. Megszerezte első győzelmét a Szuperligában a TSC. Felhívást tett közzé a Prosperitáti Alapítvány vállalkozók számára, amelyben igényeiket oszthatják meg azért, hogy érdekeiket szem előtt tartva hirdessék meg a következő gazdaságfejlesztési pályázatokat. A potenciális jövőbeni pályázók projekt ötleteit várják. A Prosperitáti Alapítvány által közzétett felhívásban egy űrlap kitöltésével a vállalkozók turisztikai, mezőgazdasági feldolgozó kapacitások, ipari, valamint szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó projekt ötleteiket oszthatják meg, ezzel is segítve az alapítvány munkáját. A Prosperitáti Alapítvány egy nyilvános fölhívást közöl, illetve az azzal kapcsolatos űrlapokat bocsátja rendelkezésükre mindazoknak, akik 100 000 euró fölötti értékű fejlesztésben gondolkodnak a saját cégeik tekintetében. Eddig is azt csináltuk, hogy megkérdezve, megtudakolva, hogy mi a vállalkozói rétegnek a igénye, szüksége, azt figyelembe véve fogalmaztuk meg a pályázati fölhívásokat. Ez eddig bevált, és hogyha bevált, akkor azt gondolom, hogy ezen nem kell változtatni. Az ötleteket az alapítvány honlapján elérhető előre meghatározott űrlap kitöltése után az office@prosperitati.rs e-mail címre küldhetik el a vállalkozók. Az előttünk álló 3,5 évben mintegy dupla akkora összeg áll rendelkezésünkre, mint az előző 3 évben, amit igénybe vettünk. Azt gondolom, hogy ez egy soha nem látott lehetőség, egy soha nem látott esélye a vajdasági magyar vállalkozásoknak, hogy versenyelőnyt teremtsenek maguknak, hogy technológiai fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, és hogy ennek köszönve gyorsabban tudjanak előre haladni, versenyképesebbek legyenek a termékeik minőségével, árával és mennyiségével. A közepes és nagy léptékű fejlesztések esetén az alapítvány által meghatározott besorolás szerint az egyes projektek beruházási nettó összértéke tehát legalább 100 000 euró dinár ellenértékének felel meg. A projektötletek megvalósítása önrész, hitel és vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósulhat meg, valamint nem vonatkozhat korábbi beruházások utófinanszírozására, kizárólag csak új beruházásokra. A projektötletek begyűjtése kizárólag a valós igények felmérését szolgálja, s azok benyújtása nem jelent kötelezettséget sem az alapítvány, sem a benyújtó vállalkozás számára. Ugyanakkor fontos információforrásként szolgál a jövőbeni pályázatok előkészítésében, írja a felhívásban. Az ötleteket szeptember 15-éig várja a Prosperitáti Alapítvány. Politikai trükknek titulálta Ramush Haradinaj koszovói miniszterelnök lemondását mai sajtótájékoztatóján Alekszandr Vucic. A szerb államfő rámutatott arra is, hogy Haradinaj ezzel a lépéssel nagyobb népszerűségre tehet szert, sőt, sokak szemében egyfajta hőssé válhat, aki az egységes Koszovóért küzd. Haradinaj a koszovói kormány pénteki ülésén adta be visszavonhatatlan lemondását, mert a koszovói különleges bíróság, amely az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgálja, gyanúsítottként idézte be. Szerbiának nyugodtan, kimérten és megfontoltan kell reagálnia a Ramush Haradinaj lemondását illetően, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Alekszandr Vucic. A szerb államfő azt is aláhúzta, a szerbek helyzete Koszovóban várhatóan még nehezebb lesz. Dolazi do dodatne homogenizácie Albanaca,
do dalje ekstremizacije njihovih stavova i još snažnije i neskrivene mržnje prema srpskom narodu i prema srpskoj državi, koju doživljavaju kao jedinog krivca za sve njihove nedaće i za ovo što se događa gospodinu Haradinaju. U tom smislu, Republika Srbija posvetit će još veću pažnju opstanku, životu i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A Belgrád és Priština közötti párbeszéd kapcsán a szerb államfő leszögezte. Annak folytatása fontos a béke és a stabilitás megőrzése szempontjából. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, attól tart, hogy a koszovói fejlemények tovább késleltetik a párbeszéd folytatását. Vučić szerint a következő 2-3 hónapban várhatóan több felől felerősödik majd a Szerbiára gyakorolt nyomás, hogy ismerje el Koszovó függetlenségét. Za nas je važno da se vratimo za pregovarački sto, a za to je važno da takse što pre budu ukinute, a po tom pitanju sam skeptik. To je sve što mogu da vam kažem. Ukidanje taksi bi bio dobar signal koji bi značio počinjanje pregovora i to je dobro, to je važno, jer makar u tom periodu imate garantovan mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji. Alekszandar Vučić beszédében arra is kitért, hogy a koszovói miniszterelnök lemondása egy jól időzített politikai trükk. A szerb államfő véleménye szerint Haradinaj jövő héten megy Hágába, ahonnan 48 óra elteltével szabadon távozhat, majd hősként ér vissza Koszovóba. Vučić hozzátette, ezzel elérheti, hogy megerősítse az albánok helyzetét a szeptemberben vagy októberben esedékes választásokon. Harmadszor áll a hágai bíróság elé Ramush Haradinaj. A nemzetközi törvényszék 2008-ban és 2012-ben is felmentette az ellene felhozott vádak alól. A Tages Spiegel berlini napilap szerint a leköszönő koszovói miniszterelnök a politikai túlélés művésze. A német újság azt írja, függetlenül attól, hogy háborús bűnökről vagy maffia tevékenységről legyen szó, Haradinajra eddig nem sikerült rábizonyítani semmit. Egy légiutas kísérő miatt volt a héten a hamis bombariadó a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren. A hamis bejelentést elismerte a 65 éves NZ. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi közeledését elutasította a Lufthansa német légitársaság egyik légiutas kísérője, azonban a férfi ezt nem fogadta el, és azért jelentette a bombariadót, hogy a nő ne tudjon felszállni. A hívást követően evakuálták a Lufthansa 130 utasát és 5 tagú legénységét. A férfi ellen pánikkeltés és rendbontás miatt indult büntető eljárás. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt ezen a hétvégén is torlódás alakult ki a magyar-szerb határátkelő helyeken Magyarország kilépő oldalán. Ennek ellenére a Tompa-Kelebia átkelőn ma általában egy, de legfeljebb másfél óra alatt át lehetett jutni Magyarországról Szerbiába, ellenkező irányban pedig nem volt várakozás. Tompán csak néhány autó várakozott arra, hogy belépjen Magyarországra. A kilépő oldalon viszont legalább másfél kilométer hosszan torlódtak fel a járművek, többségükben török vendégmunkások utaztak haza. A négy kiléptető kapu mellett a belépő oldalon is két sávot kiléptetésre alakítottak ki, így összesen 6 forgalmi sávban hagyhatták el Magyarországot Szerbia irányába az utasok, valamint egy sávban a buszok. A forgalom irányításba a tompai polgárőrség is besegített. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai irányították a járműveket egy-egy sávba, a cikázó motoros rendőrök pedig gondosan ügyeltek arra, nehogy valaki szemtelenül befurakodjon vagy előzzön. A két határ közötti rész félig üres volt, mert a Szerbiába belépő oldalon is minden lehetséges sávot megnyitottak. Az útlevél és vámvizsgálat Kelebián gyorsan haladt, a három beléptető kapu mellett a Szerbiából kilépő oldalon is egy sávot beléptetésre nyitottak meg. Mégis akadtak, akik befurakodtak mások elé.
Egyelőre még mindig csak a Szerbiába belépő oldalon alakul ki hétvégente torlódás, hiszen a legtöbben ilyenkor indulnak nyaralni, illetve szabadságukra a nyugat-európai országokból. Az illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hogy július végétől már mindkét irányban jelentős torlódások lesznek, hiszen akkor még mindig egyesek nyaralni indulnak, illetve sokan már akkor mennek hazafelé Nyugat-Európába a nyaralásukból. Az átutazók között meglepően sok a magyar rendszámú autós, ami még meglepőbb, hogy többségük nem nyaralni megy, hanem a torlódások ellenére is ilyenkor veszik célba a szabadkai Ócska piacot. Igazából mi fürödni jöttünk Kiskunhalasra, és tegnap este kitaláltam a rokonaimmal, barátaimmal, hogy ugorjunk át, mert már rég voltunk Szabadkán a vásárban, de arra nem gondoltuk, hogy most mennek haza a törökök. Megyünk a szabadkai piacra, csak pont elkaptuk a dugónak a legvégét, és pont a csúcsidőbe érkeztünk, már itt voltunk korábban, csak ott hagytuk az útlevelet, a barátnőm ott hagyta, és vissza kellett fordulni, ezért most így megjártuk. Dusan Labán, a szabadkai határrendőrség segédparancsnoka azt mondta, urai a helyzetnek, a szerb és a magyar határszervek szorosan együttműködve mindent megtesznek, hogy ne kelljen sokat várakozni. Kod nas se radi u četiri saobraćajne trake, što znači maksimalni kapacitet. Što se tiče čekanja trenutne situacije je negde oko 60 minuta, odnosno sat vremena. Ukupno gledajući od strane mađarskih pograničnih organa do naše kontrole se čeka znači negde oko sat vremena. Mint már arról beszámoltunk, a jövő hét folyamán kísérleti jelleggel hosszabbított nyitvatartással 7-től 22 óráig üzemel majd a Királyhalom másodhalom és a Horgos 2, Röszke 2, az azt követő héten pedig 7-től 24 óráig a Bajmok-Bácsalmás határátkelő hely. A vakok és gyengén látók számára brejírással is elérhetők lesznek egyes dokumentumok Szerbiában. Zorán Gyorgyevic szociálpolitikai miniszter arra utasította a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alapot, hogy végzéseiket, határozataikat és egyéb beadványaikat ezentúl brejírással is tegyék elérhetővé. A minisztérium egyébként 2017-ben a Szerbiai Vakok Szövetségének valamivel több mint 5 millió dinár értékben vásárolta dokumentumok brejírással való átírására alkalmas nyomtatót és egyéb felszerelést. Nyilatkozatban hívta fel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a közvélemény figyelmét arra, hogy ismeretlenek a szervezet elnökének nevében megtévesztő SMS-eket küldtek szét egy nappal a vasárnapi, előrehozott ukrajnai parlamenti választások előtt. A KMKS nyilatkozata a magyar jelöltek elleni újabb provokációnak nevezi a kampánycsendet megsértő akciót. A magyar szervezet közölte, az ügyben feljelentést tettek, a KMKS szerint a magyar parlamenti érdekképviselet megakadályozására irányuló lépések világos tendenciája tapasztalható Ukrajnában. A holnapi parlamenti választásokon a KMKS és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös támogatással indít képviselőjelöltet három olyan egyéni választókerületben, amely magyar lakta településeket is magában foglal. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Roskadoznak a piaci asztalok a vitamindús nyári finomságoktól. Mindenki a friss gyümölcsökre vágyik. Tartós napsütésre számíthatunk térségünkben. Ötven éve annak, hogy az amerikai Apollo 11 űrhajó fedélzetén Neil Armstrongon kívül Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal végrehajtotta sikeres misszióját és a Holdra szállt. 1969. július 20-án magyar idő szerint 21 óra 17 perckor büszkén jelenthették a Houston irányítóközpontnak, a SAS leszállt. Az első ember, Neil Armstrong 6 órával később, július 21-én lépett idegen égitest felszínére, és a következőt mondta, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Mintegy 100 tamburás szólaltatta meg egy időben a hangszerét ma délután Péter révén. A rekordkísérletre Vajdaságból, Magyarországról és Horvátországból is érkeztek zenekarok és szólisták. Zenés rekordkísérlet helyszíne volt délután Péter réve. Közel 100 tamburás játszott egyszerre a falu lövöldíjén. A zenészek között nagyon fiatalok is voltak, akik örömmel pengetik ezt a hangszert. Szép
minutákat lehet játszani, és sok gyerekkel lehet ismerkedni. A Péter évei születésű Csaszmi Imre erre az eseményre érkezett haza Budapestről, hogy levezényelje a közös produkciót. Szerinte a tambura a reneszánszát éli napjainkban. Az emberek újra elkezdtek foglalkozni a hagyományaikkal. Minden téren újra divatba jön. Egyre több népzenei színpad van, fesztiválokon is. Úgy néz ki, hogy az emberek kezdik felismerni ezeket az értékeket. Az eseményre Vajdaságból, Magyarországról és Horvátországból érkeztek a zenészek, akik a közös muzsikálás mellett külön-külön is színpadra álltak. Ezen a területen van a legtöbb tamburás, és ezért könnyű volt őket összeszedni. Nagyon szeretik, amit csinálnak, ezért úgy gondolom, hogy nem kell sokáig visszaadni őket, csak hívni. Ez a hangszer legalább annyira a miénk, mint másoki, jelentette ki a rendezvény megnyitóján Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. Jó, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma megszervezte ezt a rendezvényt, pont ide szervezte. Sokan vannak, jól érzik magukat az emberek, a zene összeköt, a zene vidámmá tesz bennünket, úgyhogy jó volt itt lenni. A tambura muzsika mellett kirakodó vásár, gyermekprogramok és esti koncertek is várták a látogatókat. Népének és citera, ez a ludasi népzenei tábor fő profilja. Emellett a gyerekeknek játékra, fürdőzésre, csónakázásra is futotta az idejükből a közelítóban. Az ötnapos eseményen 15 oktató foglalkozott az 54 fiatallal. A gála műsor előtt minden gyerek izgult egy kicsit, mert hiszen a legnehezebb bizonyítani a hozzátartozóknak. Van, amikor elrontom, és akkor az miatt eléggé szoktam izgulni. Sokan nem itt találkoznak először a népzenével, otthon, Kiki a Maga Művelődési Egyesületében ismerkedik a népművészettel. A ludasi népzenei táborba az ének és a citera muzsikálás fortéjaival ismerkedhettek meg alaposabban a gyerekek. Az Adai Bartus Mia sok új dallal a persejébe tér haza. Mink egy kicsit nagyobb csoportba lettünk rakva, a Cickom Cickomot, a Dérika szőlőt, a Hinta Parintát, meg még jó sok dalt. Három ének és három citera csoportban folyt a munka. Az oktatókra volt bízva, hogy ki melyik tájegység dalaival ismerteti meg tanítványait. Az énekeseket Lepár Krisztina, Sőregi Anna és Szabó Anna Mária tanította. A citárásokkal pedig Török Orsolya, Mihok Attila és Kelemen Zsolt foglalkozott. Esténként ugye voltak nyitott koncertjeink, a hétfői napon a Csörgő Citera zenekar muzsikált nekünk, és tartottak utána táncházat. Kedden Magyarországról a Danubia tambura zenekar érkezett el hozzánk, szerdán pedig a Szabadkai Duhaj Banda tartott egy kis népzenei koncertet és táncházat. A harmadik sátortábor zárónapjára gála koncertet tartottak a táborozók a közönségnek. Itt bemutatták mindazt, amit az öt nap alatt megtanultak. Roskadoznak a piaci asztalok a vitamindús nyári finomságoktól. A szabadkai tejpiacon eladókból, de vásárlókból sincs hiány. A dinnye a legkelendőbb, ám a baromfi húsárusok és a hentes üzletek előtt is kígyózó sorok vannak, hiszen ilyenkor sokan grilleznek és bográcsoznak. Lássuk, mit mennyiért kínálnak ezen a hétvégén. Göncöl Edit egész évben vitamindúsan táplálkozik, minden hétvégén kimegy a piacra és általában őstermelőktől vásárol zöldséget és gyümölcsöt. Krumpli, paprika, paradicsom nagyon sok, őszi barack, sárga baracka még találok, uborkát, kovászos uborkának teszem el. Ilyenkor a főzni való csemege kukorica is sláger. Darabját 10-től 40 dinárért adják, mondja Richter Lajos, szabadkai termelő. Legjobban a kukoricát viszik, hallom most. Kukoricát legjobban, mert most van jó a szezonja, és most ez a másik széje, ez jó, édesek, jó. Nem kukacos se annyi, amint az első, ez csupa kukac volt. Mint. Mennyibe kerül a salátának vala uborka, a tök, a karfiol? A karfiol az méreg, de ága, az van 300-ban van kiló.
kilója, de abját 152, de nincs is a piacon. Az uborka meg 70-80 a salátának való. A több kilójáért 80-tól 100 dinárt, vagy a kisebbek darabjáért 20-tól 50 dinárt kérnek. A kisebb zellergumókat 50-60, a nagyobbakat 100-120 dinárért árulják, míg a spenót kilója 200-250. A sárgarépa kilója 40-től 60 dinár, a paprika darabonkénti ára pedig 10-15 dinár. Igazán bőséges volt a kínálat szombaton a szabadkai tejpiacon. Természetesen ilyenkor a legtöbben a nyári gyümölcsöket keresik. A dinnyárusoknál sorakoztak sokan. A görög és a sárga dinnye kilóját is egyaránt 40 dinárért mérték, de sokan keresték a málnát és a szedret is, amelyből egy negyed kilós csomag 100 dinárba került. A sárga barack lassan leérik, a lekvárnak való kilója 40-től 60, az étkezési kajszi barack 80-tól 100 dinár. A vevők jól tudják, hogy a homokvidéken termett termények mindig ízesebbek. Masa József szalatornyai termelőnél is sokan vásárolnak. Barack 40-50, nektárin ugyanúgy, dalma 50-től 100-ig próbáljuk, de nem igazán megy. Paradicsom 90-100, szilva 50-60, krumpli 20-tól 40-ig. Hagyma 40-50, répa 25-től 50-ig. Keresett a zöld bab, kilójáért 100 dinárt kell fizetni, és ugyanennyibe kerül a kovászolni való uborka is. Persze nem csak gyümölcs, főzelék és saláta kerül a legtöbb helyen terítékre, így a húsárusoknál is nagy a forgalom. Most van a grillezés és a bográcsozás szezonja. Kovácsics Tina Hentes szerint az ehhez való húsáru a legkelendőbb. A lóhús 500 dinár, a disznócomb 490 dinár, a daráthús 450 dinár, a köröm 200 dinár, velő 320 dinár, cseva pleszkavica 490 dinár, rostélykobász 520 dinár. Haskó Erna, hajdújárási baromfi húsárus sem panaszkodik a forgalomra. Vám a szombat van, és akkor rostélyra jobban viszik a kicsontozott szombot, mellehúsát, szárnyát, úgyhogy levesnek még a hátat. Árban most mi mennyibe kerül? 250 dinár az egész csirke, 100 dinár a háta, 230 a szárnya, 450 a mellehúsa, 320 a comb. A nyári kánikulában egy pohár hideg birkatarhó is nagyon jól esik, amelyből fél liter 130 dinár. Varga Rozália kispiacról hozza minden nap friss házi tejtermékeit. A sajtnak kilója 600 dinár, a tehéntej pedig len 60 literje, a kecske tejnek 100 dinár literje, hát így mint. Túrú 300-350. A tojásnál a méret a lényeg. Nagyságtól függően darabja 9-től 13 dinárba kerül. Tartós napsütésre számíthatunk térségünkben. Vasárnap a hőmérő higanyszála napközben a 33 fokot is elérheti, az éjszakai hőmérséklet pedig 19 Celsius fok körül alakul majd. Hétfőn és kedden is marad a szikrázó napsütés, a nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő hetekben nem kell számottevő csapadékra számítani, erős lesz az UV-sugárzás, szakértők szerint 15 perc alatt is leéghetünk, ha tűző napon tartózkodunk. Új fejezet kezdődött el a TSC történetében. A Topolyai Labdarúgó Klub lejátszotta első mérkőzését a hazai elitmezőnyben. A TSC a Vosdovac vendégeként aratott 2-1-es győzelmet Belgrádban. A topolyai együttes az első perctől kezdve fölényben volt. Szabó Zoltán vezetőedző nem változtatott azon a taktikán, amelyet a csapat korábban az alsó labdarúgó ligában választott. Ennek az volt az eredménye, hogy a TSC az első félidőben messze menően többet birtokolta a labdát, és néhányszor veszélyeztette a hazaiak kapuját, de találata nem volt. A második félidőben a Vosdovác játékosainál valamivel többet volt a labda. A vezetőgólt mégis a vendégek szerezték meg. Az 55. percben egy magas labda érkezett a fehérek kapuja elé, amelyre Tománovic előbb ért oda, mint a hazaiak kapusa. Így a hálóba fejelt és megszerezte a TSC történelmi első találatát a Szuperligában. 15 perc múlva a Vosdovác ért el hasonlóan érdekes gólt, Stojcev révén kiegyenlítve az eredményt. A vendégek ekkor sem adták fel, és 5 perccel később egy újabb támadást indítottak, amelyet végül Szilágyi fejezett be góllal, és mint később kiderült, beállította a végeredményt.
történelmi pillanat nekünk és az egész topolyai focinak. Sikerült kettőre megnyerni az első mérkőzésünket a Szuperligában méghozzá idegenben. Nagyon elégedett vagyok, tényleg szerintem ma jobbak voltunk a Vosdováztól, több helyzetet alakítottuk ki. Kár, hogy nem rúgtunk még több gólt, de remélem ez majd a következő meccseken visszajön. Impresszie sú stvarno na zavidnom nivou, jer smo otvorili dobru sezonu. Eto, postigao sam taj pobedonosni gól i nosimo 3 bode iz Beograda kući. A vendégek szakvezetősége is elismerte, hogy ezen a mérkőzésen nem tudták megállítani a TSC csapatát. Mislim da su na današnji dan pokazali da su trenutno kvalitetni od nas igrom na terenu. Tu pre svega mislim na igru na terenu. Stvorili su više šansi, imali više udarca ka našem golu i još jednom čestitam im na pobedi. A TSC így diadallal kezdte meg a szuperligás szereplését, amelyet már a következő hétvégén folytathat, amikor Zentán a Lucsani Mladoz csapatát látja vendégül. Kísérleti jelleggel egy hetes időtartammal meghosszabbítják 3 Szabadka környéki kis határforgalmi átkelő nyitvatartását, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Kern Imre, a szerb kormány közműfejlesztési és közlekedési államtitkára. A Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők a jövő héten 7-től 22 óráig fogadják az átutazókat, míg egy héttel később a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhely ugyancsak egy hetes próbaüzemmódban 7-től 24 óráig tart nyitva. Kern Imrével tegnap Adán készített interjút Mészáros György, amelyben az államtitkár az Y-elágazás befejező munkálatairól és a Szeged-Szabadka vasútvonal korszerűsítéséről is beszélt. Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Műsorunkban vendég Kern Imre, a szerb kormány infrastrukturális és közlekedési államtitkára. Egy nagyon fontos témáról beszélgetünk itt az elején, nevezetesen arról, hogy egy rövid időre bár próbaüzemmódban a környékbeli szerb-magyar kishatárforgalmi átkelők hosszabbított nyitvatartással fognak működni. A hír valóban igaz? Igen, jövő héten a Királyhalom ásotthalmi határátjáró, valamint a Szeged-Röszke 2-es határátjáró 7-től 22 óráig fog dolgozni. A utána való héten 29-ével kezdődő héten pedig egy hét terjedelemben a Bajmok-Bácsalmási határátjáró 7-től 24 óráig fog dolgozni. Ennek a próbaidőnek az a lényege, hogy felmérjük, hogy mekkora érdeklődése van a utazó közösségnek a hosszabbított munkaidő iránt, és hogyha ez megfelelő szinten lesz, abban az esetben reményeink szerint rövidesen arról is tudunk majd beszámolni, hogy állandó jelleggel, hosszabbított munkaidővel dolgoznak majd ezek a határátjárók. Erre mindkét részen, tehát a magyar és a szerb oldalon is megvannak a megfelelő kapacitások, tehát van elegendő állomány? Igen, mindenféleképpen új embereket kell felvenni, de gyakorlatilag ez megtörténik. Folyamatosan új embereket vesz fel mind a két ország belügyminisztériuma, illetve a vámügyi hatóság, és ezt a feladatot el tudják látni most is és később is. Tehát egyelőre hétfőtől egy hetes időtartamban a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2, Röszke 2 határátkelőhelyek 7-től 22 óráig tartanak nyitva, a rákövetkező egy hétben pedig a Bajmok-Bácsalmás határátkelő 0-tól 24 óráig áll majd, 7 órától 24 óráig áll majd akkor az átutazók rendelkezésére, tehát akkor pontosítunk, 7 órától 24 óráig, tehát Bajmok-Bácsalmás július utolsó napjaiban és augusztus első napjaiban. Igen, ez így lesz, és utána, hogyha az utazók meghálálják ezt a bizalmat, abban az esetben, mint ahogy említettem, esélyünk van arra, hogy állandó jelleggel hosszabb nyitvatartást biztosítsunk ezeken a határátjárókon.
Nemrégiben, amikor interjút készítettem Szijjártó Péter Magyarország külgazdaság és külügyminiszterével, illetve Varga Mihály pénzügyminiszterrel, ők is megerősítették, hogy erőteljesen dolgoznak azon, hogy a két ország közötti határok átjárhatóbbak legyenek. Igen, ez egy állandó feladatunk, habár nem a mi minisztérium hatásköre, de mivel a közlekedésről és a szállításról gondot viselünk, ezért főleg a teherszállítás és a dutatszállítás meggyorsítása érdekében teszünk lépéseket annak érdekében, hogy a két ország között ez a dolog fejlődjön, illetve minél kisebbek legyenek a torlódások a határátjárókon. Ne csak a nyár folyamán, illetve az ünnepeink környékén, hanem egész évben. Jó, a következő témánk az Y-elágazás. Gyakorlatilag mikor tudjuk majd használni az Y-elágazás teljes hosszában, tehát a Kelebiai átkelőtől egészen az autóútig? Igen, reményeim szerint az idejében ez megtörténik, tehát befejeződik a magának az úttestnek az építése, és a határtól az autópályáig 24 km hosszúságban használható lesz a Y-elágazás. Folynak jelen pillanatban is a munkálatok, meg vagyok elégedve a munka folyamattal, minőséggel és a határidők betartásával is. Most egy 5 kilométeres szakaszt aszfaltoztak le? Igen, már 5 kilométeres szakasz elkészült a 12-ből, de folyamatban van a többinek az építése is. Hogy lehet majd rácsatlakozni a Kelebiai határon, illetve a határtól az Y-elágazásra? Egy körforgalommal, ami közvetlenül a határ után épül ki, a régi út és az új Y-elágazás csatlakozásánál, és hát megkönnyíti majd a forgalmat. Teherautók azok az Y-elágazásra lesznek terelve, elkerülik majd a várost, ezzel megoldjuk az évtizedes problémát, amely a városközpontban jelentkezik a intenzív teherautóforgalom miatt. Tehát a körforgalomnál a mostani Majúr és a Kelebiai Ménes közötti szakaszon halad majd ugye az Y-elágazás a zombori úti körforgalom felé. Természetesen gyakorlatilag egy enyhe kanyarokkal és hosszú egyenesekkel lesz kiépítve ez a gyorsforgalmi út, ami része lesz majd egyszer, amikor erre szükség lesz, egy leendő autópályának, amelyre a telkek föl vannak, meg vannak véve, kisajátítva annak, de nem lesz most jelen pillanatban teljes autópálya kiépítve, hanem csak az autópálya baloldali szakasza. Úgy tudom, hogy történt előrelépés, ez már egy másik téma, a Szeged-Szabadka vasútvonal kiépítését illetően. Mikor tudunk majd vonatozni ezen a szakaszon? Őszintén remélem, hogy két éven belül ez az állam is megvalósul, úgyhogy Szeged és Szabadka között visszaáll a vonatközlekedés. Jelen pillanatban azt határoztuk meg, hogy a munkacsoportok, amelyeket a két ország épít, alakított az elmúlt napokban, augusztus 1-ével megkezdi a megbeszéléseket a szerződések kidolgozására, úgy a kivitelezésre, mint pedig a pénzelésre. És ez a vasúti szakasz aztán tovább halad majd Baja irányába is? Igen, Baja irányába is tovább halad. A Szabadka-Baja szakasznak a tervezési folyamata van jelen pillanatban, és ez a tervezési folyamat gyakorlatilag az ötletterv kidolgozásáról szól, és ezt a IPA forrásokból biztosítottuk. 2022-ben vonatra ülhetünk és mehetünk majd Szegedre. Reményeink szerint igen. Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Vendégünk volt Kern Imre, a szerb kormány infrastruktúra fejlesztési és közlekedési államtitkára. A Híradó Plusz Mészáros György tudósította. Eddig tartott a Híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Felhívást tett közzé vállalkozók számára a Prosperitáti Alapítvány. Politikai trükknek titulálta Ramush Haradinaj lemondását mai sajtótájékoztatóján Alekszandar Vucic. Ezen a hétvégén is torlódás alakult ki a magyar-szerb határátkelő helyeken Magyarország kilépő oldalán. Megszerezte első győzelmét a Szuperligában a TSC.
Köszönjük figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a 91,5-ön Best of Pannon reggeli lesz délelőtt, és óránként hírösszefoglalók is. A Szabadkai Magyar Rádióban délután a népszerű kívánságműsort hallhatják. Szombatesti koncertünket a Budapest Akusztik Band adja a Pannon Televízióban. Jó szórakozást, szép estét!